Insidious, a testen kívül. Anya! Szia, kicsim! Te miért vagy ébren? Gyere ide! Nem tetszik a szobám. Nem? Semmi baj, hozzá kell szoknunk. Én sem tudok aludni. Mit nézegetsz? Régi fotókat megnézed? Tudod, hogy ki ez? Nem. Én? Nem hasonlít rád. Tudom, de én vagyok. Az anyukád. Egyszer én is voltam gyerek, ha hiszed, ha nem. Most öreg vagy. És mennyire öreg? Nagyon öreg. Ó, hány éves? Legalább már
21. Bár igazad lenne. Mutatsz apáról is gyerekkori képet? Jó volna, de szerintem róla nincs. Ő nem tett félre minden képet. Mutass rólam gyerekkori képet. De te még gyerek vagy. És csodálatos. Te nem sírtál olyan sokat, mint a kis húgod. De most felébredt, menj, reggelisz meg. Számlázási osztály? Add ide! Nem! Játszani számlázási akarok. Osztály? Játszom! Kellettál, anya! Nem később akarom, hanem most! Nem! Tessék! Ez túl pici! Hát akkor old meg! Beszéljen egy ügynökkel! Hogy? Pedig már sokszor kihúztalak. Erre meg visszanősz. Jó reggelt! Beszéljen egy ügynökkel! Ügynök vagyok. Igen, halló? Szeretném megtartani a régi számunkat, ha lehetséges. Öcsi, ne egyél a földről, Foster. Ki kell töltenem? Megkaphatnám még a nap végéig, mert... Igen. Jól van, köszönöm. Foster, felkelnél a padlóról? Laza a kupak! Igen. Ez meg mi? Viasz? Nincs rendes gyümölcsünk, csak műanyag. Az Istenit. Kicsim, ha belenézel a könyveimben, ne hagyd azokat a földön. Nem nyúltam hozzájuk. Szia. Szia, apa. Szia, öcsi. Nem viszed el őket a suliba? Ma nem fog menni. Szia. Nem is mész el, értük? Nem tudok, szülői értekezlet. Elfelejtettem. Miért nem szóltál? Bocsi. Nem. Ne sírj. Este jövök. Ahó! Apa!
Szia, öcsi, lassan. Hú, ez nagyon király. Az az öcsi is, az öcsi is. Gyere, tévézz velünk. Jól van, oda nézzenek, szép munka. Igen, már alakul. Alakul? Csodálatos. Köszi. Szia. Szia. Nem láttad valahol a kottásdobozomat? Nem tudom, drágám. Bepakoltuk. Azt én is tudom, de attól még nem találom. Azt hiszem, a költöztetők az ebédlőbe tették le. Gyere csak ide. Nincs az ebédlőben. Kipakoltam minden egyes dobozt, és csak úgy eltűnt. Nem találom. Jó van, majd meg lesz. Majd meg lesz. Foster, maradj a húgoddal! Dalton! 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 Mi az? Itt vagyok! Mi történt? Leestél? Leestél a létráról, igen. Kicsim? Leestél? És jól vagy? Miért másztál a létrára? Oh, édes! Jól vagy? Mi fáj? A lábam. Jól van. Tudod mozgatni? Azért mozog a lábad? Igen. Helyes. Ó, jaj, mi történt a fejeddel? Jaj, látom. Felhúzsoltam. Haj, kicsi, nem jöhetsz fel ide, érted? Ne itt kalandozz. Nagyon veszélyes, érted? Tilos feljönni. Bocsánat. Jól van. Semmi baj. Rá tudsz állni? Azt jól van, óvatosan, gyere, foglak. Mi csináltál? Megrémítettél. Felfedezőset játszottál? Istenem. Igen. René Kottai. Nincs több barangolásod a fent, jó? Rendben. Talán szuperhős vagy, öcsi, de nem sérthetetlen. Vigyáznod kell, rendben? Jól van. Na jó. Jó éjt, drágám. A padlásra is pakolunk dobozokat? Ne csináld, Josh. Utálom, ha tehetetlen vagyok. Bocsi. Holnap majd szerzek lakatot az ajtóra. Helyes. Veszélyes, érted? Még gyerekpórázra kell fognunk. Hozzak egyet holnap. Bocs, hogy mérges voltam, amikor munkába mentél. Fel sem tűnt. Hát, próbáltam dolgozni egy kicsit, de Kelly fél óra után felébredt, és nem aludt vissza, így nem tudtam semmit elintézni. Én csak szeretném, ha itt máshogy lenne. Rossz napom volt, úgy érzem, semmi sem változik. De fog, ígérem.
Csak adj neki időt. Kösz, hogy hagytál nekem időt, hogy a zenén dolgozzak. Ugyan. Én is ezt szeretném. Van még néhány jó dalom, nem az összes, de... Tudod, úgy érzem, hogy kezdhetnék valamit. Imádom a dalaidat. Hallgass, nem olyan, igaz. Nem már. És melyik a kedvenced? Írhatnál egyet rólam. Mind rólad szól. Hogy milyen menő vagyok. Ő a legmenőbb. Nem. És olyan jó képű. Felébreszted a kicsikémet. Ez mind igaz. Foster, megennéd a tojást, kérlek? Szia, Gallium! Felkeltenéd Dalton, Josh? Igen. Hé, álomszuszék, ébresztő. Álomszuszék. Kifelé az ágyból, különben anyád mindkettőnket kicsinál. Dalton, mi lesz, öcsi? Indulunk az iskolába. Hé! Dalton! Dalton! Nincsen agykárosodás, amit észlelnénk. Gyakorlatilag igen, kómában van. Nem reagál az ingerekre, nincs alvás ciklusa, nincs sérülés, se fertőzés. A leletek normálisak. Meg kell mondjam, sosem láttam ilyesmit. Az nem lehet, hogy nem ébred fel. Mármint valami biztos van. Sajnálom. Akkor hát mit tehetünk? Itt marad, vagy... Tovább tesztelünk. Még csak néhány nap telt el. Sokkal több idő. Elnézést, fel kell vennem. Egy pillanat és jövök. Dr. Sarkars, ez mennyi idő lesz? Három hónappal később. Most felhelyezem az etetőcsövet. Szóval lemérem, mekkora csőre lesz szükségem. Az orra hegyétől a fülcimpájáig, egészen a karnyolványig, ami itt van. Aztán megjelölöm a végeket. Majd síkosítom a cső végét, hogy ledughassam úgy 10 centire. Azután csak... Le kell csúsztatnom úgy, hogy a cső vége íves legyen, a fej pedig hátradőljön. Aztán rögzítjük orvosi szalaggal. És kész is. Ha bármi történne, vagy vérezne, hívjam a krembe. Ha minden
nekem! Add nekem! Akarom! Most! Igen! Semmi baj! Semmi baj! Semmi baj! Semmi baj. Semmi baj. Mihez? Egy díj. Ez mai dátum. Tényleg megkaptad? Mhm. Uh-huh. Kicsim, miért nem mesélted? Tudom, hogy most nehéz, de minden jóra fordul. Ígérem. Megmutatom apának is. Fantasztikus. Félek, anya. Na és mitől? Daltontól. Cserélünk szobát. Miért akarsz szobát cserélni? Nem szeretem, amikor éjszaka járkál. Valami nagyon fura történt ma velem. Mi? Zajt hallottam Kelly szobájából. A baba figyelőn. Valami hangot. Felrohantam is. Körülnéztem, de nem volt itt senki. Biztos az interferencia. Valaki más jelét hallhatta. Nem is tudom. Annyira tiszta volt. A féle suttogás. Nagyon megijedtem tőle is. A zongoránál ültem, meghallottam a figyelőt, feltekertem a hangot, és... Ez meg ki a franc? Várj meg! Maradj itt! Ki van ott? Jesszus. Ahó! Oh.
valaki ide bent van! Láttam! Láttam valakit ott! Pont ott állt! Pont ott állt! Nincs itt senki. Láttam valakit! Rendben, rendben. Fogd őt is, Fostert, és menjetek Dalton szobájába. Foster, mi történt? Beindult a riasztó. Az Istenit! Köszönöm. Kajáljunk. Oké. Nem csatlakozom. Viszlát holnap. Szia, édes, én vagyok. Azt mondták, hogy ma sokáig bent kell maradjak, mert dolgozatot javítok, és rengeteg van. Nem kell megvárnod, rendben? Megyek, amint tudok, szeretlek. Reagált valamelyik újabb tesztre? Nem. Nem igazán. Idő kell neki. Láttam olyan kómás beteget, aki sokkal több idő elteltével kezdett reagálni. Ő nem kómában van. Nem tudom, mi ez. Nem tudom, hogy mit tegyek, mert az orvosok feladták. Mintha az univerzum látni akarná, mennyire hajlok, mielőtt eltörök. Az univerzum rossz csajba kötött bele. Hogy csak megoldom. Köszönöm. Jól van.
Josh, merre vagy? Haza kell jönnöd. Kérlek. Tíz harminc van. Minden este ilyen késő jössz haza. A tanár éveid alatt sosem kellett ilyesmit tenned. Mi okozza most ezt a hirtelen változást? Tudod, én sem élvezem, de javítottam, és... mit tehetnék? A számlákat fizetni kell. Josh, én félek. Nagyon félek, és... Én is félek. Ő az én fiam is. Te ezt nem érted. Daltont féltem. Féltem a háztól. Valami baj van a hellyel, és ezt nem képzelem. Érzem, ez... mint egy betegség. Mióta beköltöztünk, minden... elromlott. Azt hiszed, hogy valami... Nem csak hiszem, tudom is. A tárgyak maguktól mozognak. Amikor éjjel lemegyek inni a konyhába, érzem, hogy néz valaki, és... én nem bírok egymagam lenni odabent. Rád lenne szükség, de sosem vagy itt. Hol vagy? Megmondtam, dolgozatot javítok. Nem így értem, nem... nem vagy velem ezekben a helyzetekben. Folyton kerülöd. Minden olyan stresszes, ez meg a parkoló jegyek. Istenem, ne mondd ezt, jó? Én nem kerülöm a stresszes helyzeteket, csak a saját kurva módszeremmel kezelem. Rendben, kezeld ezt. Josh! Josh! René! Mi az a baj? Ott állt, esküszöm! Ott állt! Hinned kell nekem! Kérlek! Higgy nekem, esküszöm, hogy ott állt! Hiszek neked, én csak nem tudom, mit tehetnék, érted? Menjünk el. Kérlek, menjünk el édesem. A házból. Nem bírom ki még egy éjszakát, kérlek, segíts nekem. Jól van. Elmegyünk.
Lorraine, nem kell mindent megcsinálnod. Ülj csak le. Képes vagyok bepakolni néhány holmit. Josh egész életében ezt csinálta. Tudom, de akkor is rémes. Talán neked kellene kicsit leülnöd, ahogy látom. El sem hiszem, hogy Josh beállt a fotóhoz. Ha én meg azt nem hiszem el, hogy az egészet újra kezdhetjük. Nevetséges. Bolondnak gondolhatsz. Senki. Se én, se más nem tudja, mit élhetsz át most. Bármit is kell tenned, hogy túléld, tedd meg. Semmiért sem kell bocsánatot kérned. Köszi. Dalton? Thank you.
hit segít. Bíz benne. Oh. Josh. Ez valami vicc elsősorra? A fickó hazamegy és egy pappal találja a nejét? Liam Martin, egy Ölök. Nagyon régi barátom. Igen. Ő a férjem, Josh. Mi folyik itt? Elindulnék. Köszi. Köszönöm. Nagyon köszönöm a teát. Az valami a régi házban. Idáig követett. Ma láttam valamit. Azt hiszem, ma egy kisfiút. Követtem Dalton szobájába, de nem gyerek volt, hanem valami más. És ezért hoztál egy papot, hogy kiűzze innen? Nem tudtam, hogy mit tegyek, Josh. Ugyan már, René. Mikor jártál te templomban? Ami Renével történik, valós. Én magam is láttam. Azért jöttem, mert tegnap álmot láttam erről a házról. Ide bent jártam, de késő este volt. Nagyon féltem. Bementem a szobátokba, de aludtatok. Álmomban tudtam, hogy alszom, de éreztem, hogy valaki ébren van a házban. Bementem Dalton szobájába. Volt vele valami odabent. A sarokban áldogált. Megkérdeztem, hogy ki ő. Azt felelte, látogató. Megkérdeztem, mit akar. Azt mondta Dalton. Még most is hallom a hangját. Mi az? Mi az? Ez... Semmi baj. Semmi baja. Kérlek, kérlek, segíts neki, kérlek. Van valaki, aki segíthet. Ha megkéritek rá. Spex vagyok, ő meg Tucker. René vagyok, hello. Maga pedig Josh. Igen, hello. Nem vagyok médium. Alice már elmondta a nevüket. Hol van Alice? Kiküldött, hogy végezzünk felméréseket. Leszűrjük, ha valaki bolond. Az meg mi? Elektromosságmérő. Kimutatja a feszültséget és a természetes elektromágneses környezetet. Igen, néha egy régi kábel is szivároghat, és az hallucinációt vagy energiaváltozást okoz. Ennél azért fontosabb a dolog, de mindegy. A technikai része úgysem érdekes a számukra. De nagyon is fontos. Mi az? Csillagflotta első kiadás. Ritka darab.
A dobozában kéne tartani. Ez a szerkezet a változásokat nézi az UV-fényben. Tudják, én magam készítettem. Lenyűgöző. Kösz. Nem nehéz, ha ért hozzá. Uh-huh. Ja, lényegében egy megbuherált játék. Ez... Magamra hagynának koncentrálni. Ez a mező a test energiából áll. De hová tűnik, amikor meghalunk? Hívhatjuk Elist. Most. Nem tudtam, működik-e a csengő, sajnálom. Ugyan már, jöjjön csak. Köszönöm. Mrs. Rainer az anyám, hívjatok Elisnek. Josh vagyok. Tudom. Megnőttél, mióta láttalak. Mióta látott? Az anyád és én régi barátok vagyunk. Ó. Oh. Jó napot. Ő a nejem, René. Hogy vagytok? Hello, köszönjük, hogy eljött. Kösz, hogy hívtatok. Hozhatok valamit, Elis? Nem, meg vagyok, de köszönöm. Lemértük a ház mágneses és elektromos mezőit, minden vezetéket, ébresztőórát, rádiót, kenyérpirítót, tévét, zenelejátszót, biztosítékdoboz, de semmi sem jelzett, csak a... És az előző ház? Tucker még nem vizsgálta át, de tudod mit? Ne aggódj érte, majd én megcsinálom. Még ma délután neki látok. Jó, de nekem is mennem kell. Nem értesz az eszközökhöz. Hát azért boldogulok, de... Igen, de ellenőrizném, hogy... Semmi baj, uraim. Itt nem egy rossz vezeték a probléma. Körbenézhetnénk? Igen, persze. Köszönöm. A többi gyerek Lorinnal van, ugye? Igen, vele. Steven, a rajzfüzet. Igen, már is hozom. Mert szükség lesz rá. Mire kell az? Ő elmondja, mit lát, én lerajzolom. A folyamat legfontosabb része. Ez vitatható. Nem vitatható. De igen, nagyon is. Ne kapcsolt fel. Szia, Dalton. Igazán helyes kisfiú vagy. Anya és apa itt vannak, ne aggódj. Mi az? Az arca. Hogy? Vérvörös arc. Fekete karok, kezek és lábak. Fekete test. Lassan. A lába is fekete. Az orra. Éles agyarat. Fekete. Lassabban. Mindene fekete. Lassabban. Nagyon sötét. Nem megy lassabban. Lassabban. Mi a baj? Fekete szem. Korom fekete szem. Olyanok akár két mély, sötét lyuk. A lábai patákban végződnek. Hogy?
hosszú, pókszerű karmok. Ez meg mi? Nem biztos, hogy még készen álltok erre. De sajnos nem pazarolhatok több időt arra, hogy köntörfalazzak. Tudjatok róla, hogy ez az én nézetem, és szembe mehet azzal, amiről eddig hallottatok, de ide hívtatok, ezért úgy veszem, hogy elfogadjátok, amit mondok, igaz? Igen, halljuk. A fiú nincs kómában. Ennek semmi köze a létrás esethez. A fizikai teste itt van, de a szelleme nincsen. És az ok, hogy ezek a zavargások az új házba is követték, az az, hogy nem a házat kísértik, hanem a fiút. Én ezt nem értem. Hallottatok az asztrál projekcióról? Igen. Testen kívüli élmények, vagy ilyesmi. Én utazóknak hívom őket. Ők olyan személyek, akik képesek elhagyni a testüket, és asztrál formában utazgatnak mindenfelé. És Dalton, egy igazán kivételes asztrál projektor. Már nagyon régóta csinálja ezt álmában. Egészen pici kora óta. És kicsit sem fél, mert álomnak hiszi. És a félelem hiánya miatt ezúttal messzire jutott. Így aztán eltévedt. Igen? És hol? Egy helyen, amit úgy hívok, a távol. És ez mit jelent? A távol túl van a mi világunkon, mégis körbevesz minket. Azon a síkon nem létezik idő. Sötét birodalom tele megkínzott holt lelkekkel. Ez nem való az élőknek. Ott jár most Dalton. A baj az, hogy az asztrál teste elment és hátrahagyta a fizikai testét, egy porhüvelyt. Bizonyos entitások tudják ezt, mert megérzik. Ezért gyülekeznek itt. És én ezeket láttam. Ez... Megpróbálnak behatolni a fizikai testbe csak azért, mert éheznek az életre. Újra élni akarnak. De léteznek entitások, gonoszabbak. Alattomosabb tervekkel. És persze, ott van ő. Egy démon, ami egyetlen okból akarja Dalton testét. Hogy kint okozzon másoknak. Meg akarja szállni Daltont, és ő áll legközelebb ahhoz, hogy beléköltözzön. Hogy a legközelebb? Ezek az entitások nem képesek belépni csak úgy az élők testébe, amikor akarnak. A világunkba való átlépés időbe kerül, energiába. Viszont minél tovább van elkülönülve Dalton asztrál teste a fizikaitól, annál gyengébb a kötelék. Úgy könnyebb megszállni őt. És mit tehetnénk azért, hogy visszahozzuk Daltont? Valamit megpróbálhatunk. Ez egy szokatlan módszer. De bízniuk kell bennem. Nem. Sajnálom. Túl messzire mentünk. Ne, kérlek, Josh. Azt mondtad, adhatunk egy esélyt. Én adtam egy esélyt, édes, de nem jöhet el valaki a házunkba, hogy azt mondja, azért van kómában a fiunk, mert a lelke elszállt egy másik dimenzióba. Elhívjuk őket egész idáig, és meg se várjuk, hogy mit mondanak. Azért tettem, hogy végre megnyugtassanak, és ha segített, az jó. Meghallgattam a vándorcirkuszt, megnéztem a rajzokat.
De nem rángatom bele Daltont, nem! Miért van még mindig kómában? Miért nem mondják meg az orvosok, hogy mi a baja? Mióta lett bűnös dolog a logika? Nem látod, René, te hinni akarsz bárkinek? Nem hiszel nekem! Nem hiszel nekem! Elköltöztem, érted? Mi az, hogy nem hiszek neked? Melletted állok. De ez... ez veszélyes és kizsákmányoló. Ide jönnek egy súlyosan beteg gyerek otthonába, és előállnak valami gyenge összefüggéssel a fiam és a nejem tapasztalatai között, és voilà! A könnyek mindent igazolnak. Nagyon köszönjük, $600 kérlek. Kérlek. Kérlek! Köszönöm, nem kösz, hogy eljött. Kérem, megértem. Kérem. Köszönjük a vendéglátást. Sok sikert. Ó, Jézusom! Bocs, hogy így alakult. Merre jársz, öcsi? Elmentél valahova? Nem. Nem, te itt vagy. Ide bent vagy. Hallasz engem? Tudom, hogy hallasz, de mutatnod is kell, öcsi. Mutasd meg valahogy, hogy hallasz engem. Az éjjel magamat figyeltem alvás közben. Aztán tovaszálltam. Fontos, hogy megértsétek, nincs két ugyanolyan kísérlet. Tökéletesen őszinte leszek az eredménnyel kapcsolatban. Ha nem alakul ki párbeszéd, elmondom. Ezek az állóképes gépek elsülnek, ha a változást észlelnek az elektromosságban vagy a hőmérsékletben. Ne ijedjenek meg, ha kattannak. Olyan dolgokat láttok majd, amik zavarosak, amiket nem értetek, de ne! Kérdezzetek, és ne is beszéljetek. Bármit is mondok az összehangolás alatt, az halk lesz, nem fogjátok hallani. De Steven majd leírja és felolvassa. Rendben? A lámpát kérlek. Téged szólítunk, Dalton. Mondd, hogy nincs baj. Mondd, merre jársz. Dalton? Hallasz minket? Válaszolj!
Ki van ott? Dalton, itt van anya és apa. Keresünk téged. Merre vagy? Értem. Nem látok semmit. Dalton, Dalton, nem is kell látnod. Kövesd a hangomat. Kövesd a hangomat, Dalton. Dalton, miért nem beszélsz többet? Dalton. Hogyha meghallanak, bántanak. Ki bántana? Ki bántana, Dalton? A férfi... a... tűzzel. Az arcán. Dalton, megtalálod a kijáratot? Itt nincs kijárat. Kövesd a hangomat, Dalton. Kövesd a hangomat. Halkabban hallanak. Engem nem hallanak, Dalton. Kövesd a hangomat. Kövesd a hangomat. Meghallanak. Istenem. Anya és apa. Segíts. 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 Dalton? Ribanc. Mocskos szajha. Tudom, ki vagy. Kitépem a beled.
Laton, gyere! Fiam! Életben van! Életben van, hála az ég! Nincsen baj! Három kamera. Non-stop vétel. Nincs semmi. De ezt találtam a videón. Nézd csak meg! Nézd csak meg! Látod? Végignéztem. Kockáról kockára. Mindent. Istenem! Ki lehet? Nyitom. Ó, Lorraine. Anya, mit keresett itt? Én hívtam át. Az ülésünk után rögtön felkerestem. Miért? Valamit muszáj megbeszélnünk. Ülj csak le. Meséld el nekik. Micsodát, anya? Az ok, amiért Alice-t hívtam fel a bajban, amiért olyan jól ismerem, az az, hogy magam is kihívtam egyszer, több éve már, hozzád. Mégis miről beszélsz, anya? Nem véletlen, hogy a fia tehetséges utazó. Képességet megörökölte. Az apjától. Tőlem? Nem, én ilyet nem csináltam. 8 évesen. Voltak rémálmaid, szörnyű rohamok. A félelemtől. Egy öreg asszonytól féltél, aki éjjelente meglátogatott. Nem vettem komolyan a meséket. Én azt mondtam, nőj fel. Aztán magam is megláttam. Először a gép hibájának véltem. Aztán újra előjött. Minden fotó közelebb jött. És közelebb. Közelebb hozzád. Kétségbeesésemben megkerestem Alice-t. Emlékszel bármire is, édes? Nem, én semmire. Elnyomtuk az emlékeid és a képességedet az utazásra, mert csak is így szabadulhattunk meg tőle. De tudat alatt a mai napig félsz a fotózástól, igaz? Azóta rejtegetem előled a képeket. Azt tanácsoltam, dugja el. Ne fotózzon többet, hogy elfelejts mindent. Ki ez a nő? Egy élősködő. Barátságot kötött veled. Aztán elcsalta távolba, ahogy most Daltont is elcsalták. Úgy sajnálom, Josh. Nem akartam, hogy emlékezz erre. A fiad érdekében csináltam. Ő odakint van. És csakis te hozhatod vissza őt. És a ma este alapján nem sok ideje maradt, hogy várakozzon.
Jó van. Mindig is erősebb voltál. Képes vagy rá. Szeretlek. Én is téged. Kérlek, gyere vissza. Ne feledd, miért utazol. Egy lábbal maradj köztünk. Ne hívd fel a figyelmüket. Ha rájönnek, hogy te más vagy, eljönnek a fizikai testedért közénk. Készen állsz? Igen. Habár nem tudom mire. Jó van. Hunyd le a szemed. Vegyél mély levegőt és lazíts. Minden levegővel a világ egyre inkább elhalványul. Csak hallgasd a metronóm kattogását. Koncentrálj a homlokod közepére. Az univerzumban nincs halál. Nincs, mivel nem létezik véges én, így végtelen marad. A rendes ember nem halad előre, így járhat mindig saját maga előtt. Ez értelmetlen. Nem tudom, mit csinálok. Most, hogy kiléptél, vezessen a hangom. Határozott léptekkel indulj el a távolba. Dalton. Bent van. Dalton! Várjon!
Ahó! A fiamat keresem, Daltont. Dalton! Dalton! Hol van a fiam? Árulja el, hol van? Kérem! Mi történik vele? Jézusom! Segítsen neki, kérem! Erősebb vagy náluk, Josh. Legyőzheted. Erősebb vagy, te vagy az, aki él. Tűnj el innen!
Dalton! Apa! Istenem, öcsi, Istenem! Apa! Oh, Istenem, apa! Istenem! Oh, itt vagy! Semmi baj, semmi baj, semmi baj! Istenem! Apa, megláncoltak! Látom, látom, látom! Fordulj ide, öcsi, fordulj ide! Kiviszlek! Kiviszlek innen, öcsi, rendben? Itt van apa! Itt van apa! Mi az? Mi az? Semmi baj. Figyelj, nézz ide! Ez itt nem igazi, érted? Nem igazi. Nézz ide, nézz a szemembe, öcsi, ez itt nem igazi. Hazamegyünk, jó? Segítened kell. Itt van, ez az. Ez az. Ez az. Istenem, apa! Minket néz. Velünk. Fogd a lámpát! Megtalálta a fiút. Tudom. Akkor ébreszt fel az Istenért! Nem megy, ide kell találnia. Josh! Josh! Kövesd a hangom! Kövesd a hangom, édes! Takarodj! Takarodj! Gyertek vissza! Kövesd a hangomat, Josh! Apa, hallgass! Azt hiszem, anya! Josh, gyere vissza, kérlek! Kövesd a hangomat! Josh, kövesd a hangomat! Kövesd a hangomat, Josh! Josh!
Van ott valami! Oda ment! Alice! Steven! Lorraine, nézd meg Daltont! Hogy? Nézd meg Daltont! Hogy? Nézd meg Daltont, most rendben! Jöjjön! Jöjjön! Átlépnek a világunkba. Alice! Tucker! Nem! Gyorsa világíts a lámpával! Gyerünk! Menjünk hátra! Josh-t világítsd meg! Tucker, Josh-t világítsd! Vissza kell hívnunk őt! Josh! Josh! Gyere vissza közénk, Josh, kérlek! Josh, kérlek! Kérlek, hallasz engem! Gyerünk, apa! Gyere, itt van mögöttünk! Megyek, jövök én is! Menj! Gyerünk! Mit akarsz tőlem? Én nem félek. Többé már nem félek tőled. Takarodj el! Takarodj a közelemből! Takarodj innen! Takarodj el innen! Hagyj békén! Kérlek, 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 gyere vissza! Kövesd a hangomat, kérlek, édesem! Gyors, gyere vissza, gyere Takarodj vissza, el gyors! Innen! Kérlek, Josh, kérlek, gyere vissza közénk! Kövesd a hangomat, kövesd a hangomat! Josh, kérlek, 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 gyere vissza, kérlek! Hagyj engem békén! Itt van Dalton, felébredt. Ó, kisfiam, nincs baja, nincs baja. Sikerült, Ucsi. Itt vagy, itt vagy. Haver, remek képeim vannak. Te megírod a könyvet.
És a képeim miatt meg is fogják venni. Nem pont azért, de tényleg fontosak lesznek. Nagyon fontosak. Egy kép felér 1000 szóval. Ja, de a szavak is felérnek 1000 szóval. Éhes vagy, nem igaz? Én el is fáradtam. Elfáradtál? Nem lehetsz fáradt, nem? De igen. Túl sokat aludtál, tudod mit? Nem hagyom, hogy többé elaludj. Új világot mutatott meg. Nem igaz. Már jártál ott, emlékszel? Reméljük, újra elfelejtem. Ezekre nem lesz szükségem. Mi az? Semmi. Megszabadulok ezektől. Rendben. Miért csinálta ezt? Miért csinálta ezt, amikor tudja, hogy nagyon utálom? Miért? 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 Nem, nem lehetsz fáradt, sőt, soha többé nem akarsz majd aludni. Életed végéig ébren kell maradnod. Nem. Miért? 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 Mocskos! Ribanc! Szemmel tartanád? Persze. Jó. Alice! Josh! Josh! Josh, merre vagy? Josh! Édesed! Kérlek, Josh! Josh! Jézusom! Magyar hangok: Sipos Eszter Anna, Dolmány Attila, Tímár Éva, Kovács Nóra, Kerekes Máté, Cető Ádám, Orbán Hunor, Orosz Gergely. Magyar szöveg: Borsos Dávid. Hangmérnök és vágó: Pap Zoltán István. Gyártásvezető: Baranyai Zsuzsanna Kinga. Szinkronrendező: Gulás Fanni. Produkciós vezető: Legény Judit. A szinkron az SBI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült.